Az amerikaiaknak és a magyaroknak a vérükben van a függetlenség iránti vágy, de nem szabad összetéveszteni az elszigetelődést a függetlenséggel. Erről David Pressman, Budapestre delegált amerikai nagykövet beszélt. Az Egyesült Államok függetlenné válásának 247. évfordulója alkalmában rendezett ünnepségen, rezidenciája kertjében elmondta, a NATO egy család, és mint minden családban vannak ellentétek. De akkor is fontos, hogy ne bomoljon meg az egység, főként olyan vészterhes időkben, mint most. Ez egy egyedülálló helyzet az európai történelemben. Oroszország folytatja brutális háborúját Ukrajnában. A szövetségesek nem harcolhatnak egymással éppen akkor, amikor valódi harcok folynak. Ezek veszélyeztetik azt a világrendet, amit a NATO keservesen felépített. Azt akarjuk, hogy véget érjen a háború, de csak akkor lehet béke, ha Oroszország befejezi egyoldalú agresszióját, és kivonul Ukrajnából. Az eseményen egyedülálló módon a magyar kormány és az ellenzék politikusai is együtt ünnepeltek, Semmén Zsolttól Márki-Zay Péterig, de a gazdasági és a kulturális élet prominens szereplői is tiszteletüket tették. Az összejövetelt rendhagyó módon egy rockbanda, az Ivan and the Parasol koncertje zárta.